A megye gazdasági életében, a terület és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a Jász-Nagykun Szolnok megyei gazdasági díjat. A díjat a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Kapta, mely díjat Dániel Csaba ügyvezető vehetett át. Dániel Csaba, a Karcagi Cserhát mezőgazdasági Kft. Ügyvezető igazgatója megyei díjat vehetett át, Jász-Nagykun Szolnok megye gazdasági díját kapta meg a Kft. Ehhez szeretnék először is gratulálni. Köszönjük szépen, nagy elismerés volt. Azért azt tudjuk, hogy elmúlt évtizedekben azért sokat tettek a megyért is, de városunkért is, és azt hiszem, hogy ez annak is az elismerése. Igen, városi életben, városi, megyei életben mindenhol mutatkozik a Kft. Igen, köszönjük. Mit kell tudni most a Kft.-ről? Hányan dolgoznak jelenleg? Jelenleg 42 fő munkavállaló van, kicsik is Kft. A nagyokhoz képest. 2000 hektár szántóföldel rendelkezünk, intenzív mezőgazdasági termelést folytatunk, némi kis állattenyésztéssel. Ön hány éve vezeti a Kft.-t? 10 éve vagyok első számú vezetője a Kft.-nek. Hát azért az elmúlt egy évtizedben láthattuk mi is, hogy milyen sok eredményt értek el, mennyit fejlesztettek, hogyan látja a jövőjüket? Mindenképp csak előre és csak felemelt fejre ezek után. Csak a fejlesztés irányába, nincs más kiút, csak előre és csak fejlesztve.